Folytatjuk a kalandozásainkat Nápolyban. Ideje mélyre repülni és megtapasztalni, milyen az, amikor igazán helybeliként él az ember. Az első autentikus olasz élmény, érezni a maffia lehelletét a tarkódon. Darling, can you feel it now? Nos, üdvözlök mindenkit a Légióban! Eljött az idő, hogy beszéljünk a nápolyi maffiáról. Már csak azért is egyébként, mert teljesen véletlenül a napokban kapták el a Camorra egyik fejét, egy 70 éves nőt, akit kicsikének hívtak. Mindig attól kell tartani, aki egy kemény szakmában cuki becenével jár kell. És igen, jól hallottátok, ez nem a Cosa Nostra, ez kérem a Camorra. Ez a 17. századig visszavezethető múlttal rendelkező szervezetbűnözés kollektíva, minden csak nem egy beszédhibás spagetti szakértők baráti társasága. Eredetileg szerencsejátékosokat zsaroltak meg védelemért a rendőröktől, de a Camorra repertoár... Miért csinálom ezt magammal? De a Camorra repertoárja hamar kiterjedt. Természetesen alapjáraton drogcsempészekké váltak, mint minden valamire való tisztes bűnszervezet, de az idő teltével a történelem viharába power brokerként is elkezdtek fellépni. Politikai, üzleti és rendfenntartási területeken gyakoroltak nyomást arra, akire épp megérte, ementén pedig fokozatosan szétvált a High Camorra és a Low Camorra. Míg az utóbbi továbbra is az átlag nép körei közt gyakorolta hatását, az előbbi olyannyira beépült kampánia területének társadalmi életébe, hogy alkalmanként még közigazgatási pozíciót is kapott az egyik szekció feje. Így van, az egyik szekció feje a végtelen sok szekció fej közül. A Camorra nem olyan piramis mód épül fel, mint a szicíliai maffia. A tagjai közt több vezér üzemeltet több egymástól gyakran, gyakorlatilag teljesen külön működő szervezetet. Itt tehát egy ilyen hidra mód felépülő horizontális hatalommegosztás működik. Mindez azért alakult így, mert ez a fajta felosztás borzasztóan megkönnyíti a túlélést. Hogyha levágnak egy fejet, a többi fej csak erősebbé válik. Viszont, ahogy az nagyon hamar kiderült, ez a fajta szerkezet borzasztóan megnehezíti a mindennapi életet. A Camorra különböző klánjai ugyanis előszeretettel szeretnek egymással is pofoszkodni, ami iszonyatos hatalmi harcok közepette elkövetett vérengzésekbe tud torkolni. És hogy miért beszélünk erről mai utazásunk során? Újabb napnyi nápolyi nézelődésem kezdeteként ellátogattam a San Gennaro katakombákba. Javarészt azért, mert Nápoly történelmét szerettem volna megismerni, és hol máshol lehetne mindezt kezdeni, mint egy második századból származó emberi DVD állványban. Figyeljétek majd a freskókat, hogy mennyire hasonlítanak a római birodalmi vizuális világra. Nem véletlen pár festmény konkrétan Pompejből másoltak át, csak itt ugye nem római istenek voltak megjelenítve, hanem keresztény szentek. De minden történelmi turkálás mellett természetesen azért is látogattam oda, mert nagyon szeretem a creepy helyeket. Nagyon érdekes és informatív volt, abszolút tudom ajánlani. Ami miatt viszont mindez kapcsolatba kerül a maffiával, az a következő. A csaj, aki vezetett minket, ez ittene, a túra végeztével a következőket mondta szó szerint. Tisztelt vendégeink, reméljük, hogy tetszett a túra, kérlek, értékeljétek 5 csillagra Google Maps-en, és írjátok alá kommentbe, hogy itt már nem gyilkol a maffia.
Ja, másfél éve volt itt egy eszeveszett lövöldözés, ahol feltételezhetőleg két Camorra klán esett egymásnak. Pár gyereket szitává lőttek. És ezért elijesztődtek a turik, és most így Google Maps-en keresztül próbálják őket visszacsalogatni. Egy területre, amit ez alapján egyértelműen a Camorra irányít. Kisasszony, kinek tetszik ön dolgozni pontosan? Ja, ha belegondoltok, ki tudná biztosabban állítani, hogy már nem lesz itt para meg lövöldözés, és kinek állna érdekében visszahozni ide a turi pénzt? Mentem tovább! Miután felfogtam, hogy ez a város már nem rejteget előlem semmifajta őszinteséget, úgy döntöttem, hogy viszonyzom ezt a hozzáállást, és belevetem magamat az átlag életbe. Elsőként, mivel vállalhatatlanul vasárnap volt, elindultam megkeresni a köznépi konzumpiacot. Ezek a helyek mindig borzasztóan kaotikusak, és nem feltétlenül annyira szépek, de mindig nagyon fontosnak tartom, hogy ti is lássátok őket, mert a turi kerülő hitelességük az borzasztóan lényeges a közös kalandunk szempontjából. Úgyhogy körbenéztem, hogy hol lelém azt a bizonyos piacot, hogy megfejtsem, mi mozgatja a ragadzik rugóját. Nehéz dolgom viszont nem akadt, mivel a piac fucking mindenhol volt. Ja, az a rugó, amire a helyiek agya jár, az a tengeri kaja, amit nagyon sajnálok. Ez majd Palermóban lesz kínosan egyértelmű, de már itt le kell szögeznem, hogy kulináris körbemutatás nem lesz. Utálom a halat! És persze emellett most mondhatnám, hogy Nápolyban nagyon finom a pizza meg a kávé, de teljesen jogosan erre az lenne a reakciótok, hogy... Ne! Mi? Ja, úgyhogy... Menjünk! A kávé és a pizza! Menjünk tovább! Magam mögött hagyva a forgatagot, új kedvenc olasz elfoglaltságomnak hódoltam, ami a Church Spotting. Ahogy ezt az előző részben említettem, 800 000, azaz 800 000 templom van ebben a városban, és mind gyönyörű. Én a dómot vettem célba, hiszen az a leghíresebb, de útközben beugrottam egy templomba, hogyha szembe jött, már pedig nyilván jött szembe, mert ezek a keresztények lerázhatatlanok. Ajánlom nektek is, hogyha itt jártok, tegyetek így. Lőjetek be egy célt, és hogyha útközben belétek akad egy templom, akkor menjetek be. Ezek a helyek ugyanis gyakran sokkal szebbek tudnak lenni, mint a végcélod. Végül pedig a napot úgy akartam lezárni, hogy végre az emberekkel is találkozhassak, úgyhogy elvegyültem a buli negyed éjszakájában. Nem is választhattam volna jobb napot arra, hogy ennek nekiveselkedjek, mert az a helyzet, hogy világbajnokság volt éppen, Olaszország játszott éppen, és volt egy nápolyi játékos a kezdő 11-ben. A hangulat emiatt megmagyarázhatóan valahogy így nézett ki.
A hangulat egyszerűen fantasztikus volt a továbbiakban is, de meglepő mód engem a helyi haverjaim próbáltak így távol tartani a meccsnézéstől, mert attól aggódtak, hogy ha vesztenek, az oké, de hogyha nyernek az olaszok, akkor szétverik a város. És ezt úgy néz ki, hogy más is így gondoltam, mert tele volt a város rohamrendőrökkel. Én is ott aggódtam, illetve hát igazából legyek veletek őszinte, nagyon vártam, hogy legyen valami csihi-puhi, és semmi nem lett, mindenki hazament. Szerintem ez az olasz virtus egy kicsit túl van misztifikálva. Minden esetre ezzel a remek élménnyel mentem haza, magamhoz öleltem minden emléket, amit Nápolyban szerettem, és végrehajtottam az utolsó, de talán legfontosabb lépést. A kedvenc elfoglaltságomat bármilyen utazásban leléptem a francba. Annyira szeretek lelépni helyekről egy kicsit talán jobban, mint amennyire szeretek megérkezni helyekre. Ez valószínűleg mond rólam valamit, de azt nem itt fogjuk kitárgyalni. Mert volt szerencsém az Amalfi part fele elhagyni a régiót. Az Amalfi part felfoghatatlanul gyönyörű. Mivel csak pár órát voltam ott, saját részt sajnos nem kap, de mindenképpen akartam, hogy lássátok az apró házakkal shotgun mód telelőtt ormait. Úgyhogy mai epizódunk lezárásaként úgy döntöttem, én igazából már halálra hablatyoltam az agyatokat, szerintem most nem is fogok többet pofázni. Nehéz napunk volt, és még csak most indul a hét, dőljetek hátra és utazzatok át velem Amalfin.
Nos, ennyi volt a mai epizódunk, nem sokára újra találkozunk. Szevasztok!